Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, és azt hiszem, hogy már most látjátok, hogy milyen videót veszek fel nektek, remélem, hogy örültök neki, és van itt velünk 2 plusz vendég is, ugyanis itt van velem Sanyi és Oli is. Jöttünk nektek megmutatni az új Horze áruházat, ugyanis elköltözött a Horze, külső Fóti út 14 az új címük, ezt is meg akartuk nektek mutatni. Teljesen megújult az egész áruház, és azért van itt Oli, mert kutyabarát is, és van kutyás részlegük. Úgyhogy azt mondom, hogy menjünk be, és nézzünk körbe, hogy mik a változások. Készen állunk a bemenet erre? Azt se tudod, hogy mi történik. Fotocella nem nyílik a kutyának. Sziasztok! Oda nézzetek! Micsoda karácsonyi díszbe vagytok már. Mindjárt körbe megyünk, ha jól tudom, akkor ott van hátul a kutyás rész. Úgyhogy Oleszt mindjárt hátra visszük próbálgatni. És ami fontos, ha kutyával jöttök, van kirakva nekik jutifali, és ebből vehettek nyugodtan. És hogyha Sanyi ide hozza Oleszt, akkor mindjárt adunk is neki. Nem elég, hogy a kutyáknak van. Nekünk is van csoki, amiből nyilván én nem eszek, de szépen. Azt se tudom, hogy belevettelek-e. Ügyes vagy. Hozod Oleszt? Gyere, menjünk hátra. Azon gondolkozzunk, hogy mindjárt elengedjük egyébként, amíg nézelődünk. Gyere, gyere! Gyere, gyorsan! Itt vannak egyébként a kantárok, kötőfékek. Mindjárt körbenézünk, csak szeretném nagyon megnézni a kutyás részt, mert múltkor láttam egy kabátot, ami nagyon tetszik nekem. Itt van a kis kutyásfal. Ajaj, ajaj. Húhú. Mindjárt választunk neki valamit, amivel itt le tudja foglalni magát. Itt vannak a kis kabik. Szia! És azt hiszem, hogy ebből az egyik lehet jó neked méretben. Talán ez. Mindjárt rápróbáljuk. És néztem ezeket a nyakörveket, ugyanis ehhez van mecsi öv, és nagyon szeretnék egy mecsi szettet Olesszal. Ott van hozzá, látjátok a vezetőszár. Hogy hívják ezt kutyáknál? Pórás. Vezetőszár. Lássuk. Jaj, de szép vagy! Micsoda mecsi szettünk lesz! Szóval, hol kezdünk? Mire van szükségünk? Haláltétre. Fordulj meg, ott van megetted. Olyan szép haláltétek vannak. Tudom, hogy nem versenyzek, viszont... Nézzétek! Gyönyörűek vannak. Veredosz, Kiefer, Spooks. Nagyon, úristen, nagyon-nagyon szeretnék egy minderen alátétet. Elképesztően tetszik ez a púderes kék. És egyébként elmondanám nektek, hogy kifejezetten díjlovasoknak van ugyanolyan alátét mecsi fáslival. 2, 4, 6, 8, 9 színben. 9 színben van mecsi szett. Hogy szólj hozzá. És ha megnézed egyébként, nagyon-nagyon sok díjlovas alátét is van. Ugyanúgy csomó márkában nagyon szépe. Horzénak ez egyébként egy alátétje. Itt van egy csomó szóló fásli is, úgyhogy ha nem szeretnétek mecsi szettet, vagy nem díjlovasok vagytok, akkor is találtok szetteket. Nézzétek meg. Vinderen, Spooks, Horze. Minden van. Nekem ez nagyon tetszik. Új Veredusz. Mecsi. Vihetek egyet? Milyen? Minek? Állati jól néz ki. Mennyire menő.
el tudod képzelni ezt a fülest egy olyan jó nagy fejű lovon? Nem az Enjoy-a, egy kicsit filigrán ehhez, de tiszta spárta, nem? Nagyon jól néz ki. Ó, Istenem. Oké, menjünk innen, mert ebbe a veszed. Ezen a soron vannak a kantárok, szárak és a kötőfékek. Köszönöm szépen a segítséget. És azt beszéltük öcsivel, hogy kantára otthonra lenne szükségünk, úgyhogy gyertek válogatni. Pont a másik végén van, de sétálunk egyet. Vannak horzások is, amiből egyébként múltkor néztem, hogy van pár elképesztően jó minőségű. Itt vannak ezek, olyan puhák, hogy nem hiszitek el. Anatómiai kialakításúak egyébként. Van amelyik, majd mindjárt megkérdezem, egészen különleges, mert kettő orszíja van, és azzal lehet variálni, hogy helyezzen nyomást a lónak az orrára, vagy hogy ne. Hogyha jöttök tovább, vannak Waldhausenek is. A minőség ellenőr. És itt vannak a kentaurok, a kavállók, úgyhogy van itt egy csomó minden. Miért szeretnél? Otthonra kell? Otthonra. Fekete, biztosan. Igen. Nem szőrös, nem fancy, csillogós. Igen, és mi van akkor, hogyha ehhez veszünk egy sima homlokszíjat, hogy ne legyen csillogós, de fog meg? Milyen a homlokszíja? Fog meg. Ez nagyon jó. Uh-huh. Ez nagyon jó. Bár mondjuk ebbe cuki lennél. Nem rossz, amúgy az a csatos, ha csak kár, hogy arany. Nem rossz, csak túl sok minden van, úgyhogy lehet, hogy elrakunk titeket egy pillanatra, és kitaláljuk, hogy milyen kantárt is szeretnénk, és hogyha megvan a döntés, akkor visszajövünk, ez így korrekt, uh-huh. Ugye? Azt nem hiszem, hogy meséltem nektek, de egy szomorú ponton elhagytam a bőrkötőfékemet, úgyhogy Enjoy-nak szeretnék egy új bőrkötőféket mindenképp. Még nem tudom, hogy ilyen csodálatos sötét barnát, vagy sima feketét, vagy szőröset, még nem tudom, de mindjárt ebből is választunk egyet. Csak túl sok az opció, túl sok. Az egész üzletben az egyik kedvenc részlegem, ahova nagyon óvatosan jövök be, ugyanis itt a világ összes pénzét lehet elkölteni. A táplálékkiegészítőket is nagyon szeretem, mert mindig lehet valamit találni, ami biztosan nagyon jó, és itt van az összes ápolós cucc is, pataolaj, ami egyébként pont kellene. Jaj... Itt óvatosan. Viszont ez a rész, ez itt fog nekünk kelleni, ugyanis a csikokra szeretnénk valami kényelmes hevedert, meg ilyenek. A kutya az meg ott van. Rátettem az elektromos nyakörvet, ugyanis fotocellás ajtó van, és a biztonság kedvére, hogy tuti ki ne menjen, viszont itt mászkál addig, amíg mi válogatunk. Kell lejátszanod még egyszer, csak légy szíves, mondd el, hogy mi történt, mert az előbb majdnem szívrohamot kapott. Tehát ha problémás a lovatoknak a patája, és esetleg igen, beszokott rohadni néha, a legjobb cucc ez, és csak a Waldhausen forgalmazza itthon. Ami azt jelenti, hogy mióta vadászod, és hogy szoktad venni? 3 éve vadászom, és Ausztriából szoktuk hozatni. Van egy pár, ha valakinek szüksége lenne rá. Már nincs. Hála az égnek nincsen szürkém. Viszont ez a polc, ez a folteltávolító, ez nektek van, szürkések, úgyhogy jó mosogatást. Következő állomás. Nekem akárki akármit mond, én ezt szeretem. Nekem ez a kedvencem, a sima. Igen, ennyi. Mondjuk hozzátenném, hogy az is benne van, szerintem, hogy Enjoy olyan kicsi, hogy semmi más nem áll jó rajta, mert összenyomja, úgyhogy, de ja. Mit szólsz egy feketéhez? Nekem jó. Van egyébként Winderen is. Van Acavallónak is több verziója. Vannak egészen
basic szivacsok. Ezt nagyon szeretjük a csikókra használni. Feketét hoztál belőle? Igen, bocsánat. Sem baj. Szeretnénk sima invédőket otthonra. Én az előbb azt mondtam, hogy ilyet szeretnék most vinni. Ez fullos? BLF. Jön egy ilyen velünk, és sima fekete? Szerintem. Ez a fullos, nem? Szerintem igen. Ó, de szép ez a szürke. Itt vannak a versenyinvédő szettek, amiből, ha jól hallottam, az egy újdonság, hogy a Veredusnak van military invédője. Ez itt. Itt van az én fajtám is, én ezt használtam versenyre. Sanyinak ez az Olympus van, ugye? Nekem a Grand Slam volt a kedvencem, Sanyi Olympusos. Van díjlovas is, itt van az összes létező bokavédő is. Illetve, hogyha tovább jöttök, a Kevlar verziók, és az ísoknak is itt vannak az új fajtái is, és azt hiszem, hogy most fog érkezni, vagy ez már talán az, fekete folyadék van benne. Nagyon menő. Nem kék, fekete. Kaszkókobak. Ez jól néz ki. Én jobban el tudnám rajtad képzelni azt a hologramosat. Nem jön föl. Azért megpróbálom. Á, tényleg nem megy rád, Dekár, pedig nagyon jól áll. Ez lenne a te színed. Itt vannak az oknik, és Sanyi lelőtte a poént. Amikor jöttem körbenézni először, az volt az első mondatom, hogy ezt Sanyi imádni fogja, és ahogy meglátta, rögtön elkezdett huhogni, és elájult tőle. Wool blend, ami azt jelenti, hogy gyapjú keverék. De én ezt nem lovaglásra szoktam használni, hanem ebbe vagyok otthon. De ilyet mindenképpen vinni szeretnénk, vagyis én akartam neked, ugyanis ez itt a legfázósabb egyén az egész földön, úgyhogy van benne valami. Meleg. De itt körbe fogunk nézni, mert nagyon király spooksok is vannak, a Horzénak vannak ezek a blendjei, amik nagyon menők, itt vannak a versenycsomagok is. És képzeljétek el, ami újdonság, hogy vannak kaszk kobakok is most már. Hogyha újra versenyeznék, akkor elgondolkoznék egy ilyesmin. B-vertigo. Ez nem pigeon. De nagyon jó. Van izé felfújódós mellényke. Nagyon nagy divat a mellény. Nagyon. Mellényt. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon-nagyon. És ez egyébként, amikor én elkezdtem versenyezni, még nem volt ilyen, és a nyomorult teknős páncélba nyomtam. Ez nagyon menő. Alig látszik, nagyon vékony, nagyon kényelmes, nyáron se túl meleg. És elképesztően biztonságos. Ha valaki nem azt szeretné, akkor itt egyébként van csomó-csomó opció gerincvédőre. Jó Istenem, te cuki! És ez is menő? És ez is menő? Igen. Nem olyan, mint ami nekünk volt, emlékszel, amit itt becsapoltál? Igen. Jó, de jó volt! Kemény volt a hátulja. Igen. Hát igen. Gondolkoztam, hogy tére szeretnék egy bélelt cipőt. Csizmát szerettem volna, de csizmából nincsenek olyan menők, és ezek itt mind bélelt. Úgyhogy szerintem itt mindjárt körbenézek. Eljöttél nekem. És itt vannak a kesztyűk is, amiből téli nincsen. Tudjátok, hogy én rakölös vagyok, és abból is a bélelt verzió kell nekem most. De van egyébként egész durván téli is, és azt hiszem, hogy itt volt, néztem, igen, tapis. Ennek az az egy hibája, ennek a téli rakölnek, hogy nem lehet benne telefonozni, viszont ez a B-vertigós, ez kiküszöbölte a problémát, ugyanis. Viszont ha kint vagytok a lovardába, vagy lovagoltok, akkor ne is telefonozzatok, kérlek. Te vagy ma a buli gyilkos felügyelet, vagy mi? Igen. Oké. Okay. Nagyon régen volt egyébként csizmaszárom, úgyhogy ez egy érdekes kör lesz, de lehet, hogy mindjárt belevetem magam.
Olika kezdi unni a bulit. Itt vannak egyébként az övek. Ott van a mecsi övünk. Sanyi széles hátra kitakarja egyébként, de sem baj. Nekem lehet kellene egy új... Hú, hát az nagyon kérdés. Sarkantyú. Meg egy új sarkantyú szíj mindenképpen, mert nem bőr sarkantyú szíjem van, és az a jó. Itt vannak a nadrágok. Rengeteg nadrág. Elképesztően sok nadrág. Horze, B-Vertigo, Spooks, minden. Te is akarsz téli gatyit, meg én is. Úgyhogy ez is egy kör lesz. Illetve, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, gyönyörű mellények és kabátok vannak, és kinéztem egy hosszú kabátot. Múltkor, amikor voltam, ide volt rakva középre, itt volt, lógott, és beleszerettem. És én azt meg szeretném keresni, és egy olyat szeretnék. Nem. Nem. Szerintem egyébként lehet, hogy az, ami a babám van. Másik, amiben beleszerettem múltkor, hosszú lyuk, kis pici cipzáros hosszú lyuk. Olyan gyönyörűek vannak. Mecsi. Na most ebbe a videóba indokolatlanul nagyon sokszor mondtam, hogy mecsi. De nézzétek meg, milyen jól néznek ki. Csodálatos. Enélkül megyek haza. Nem tudom, csináljatok velem valamit, de ez kell. Csoda. Tudom, én is ezt mondom. Nézzétek meg. Ah, gyönyörű. Mennyire jó. Mennyire jó. Az is nagyon tetszik. Nézd meg. És ezt nézzétek, itt láttam, ebbe szerettem még bele. Ha valakinek gyereke van, ez elképesztően cuki, és a plusz az egészben, hogy ezt le lehet kapcsolni. Tehát tud sima pulcsi is lenni, meg tud ilyen kis kilógó inges pulcsi lenni, annyira cuki. És itt vannak a gyerek dolgok. Úristen. A gyereknek ez egy nyílt. Tudom, hogy gyerekkori trauma. Te gonosz egyet. Vagy. Kérsz egyet. Gonosz vagy. Nagyon szerettem volna ilyen, amikor bejött, elképesztően szerettem volna ilyen Kingsland esőkabátot. Csak ez éppen nem az. Jó, tök mindegy, azt szóval szerettem volna anno. És az a poén az egészbe, hogy én szerettem volna, és ő valamiért egyik pillanatról a másikra kapott egyet, és nekem nem vetetett. És olyan mérges voltam, hogy aztán már csak dacból se kellett. 5 perccel később már nem akartam. Itt vannak egyébként a B-Vertigo kabik, zakók, versenycuccok, férfi nadrágok. Gyönyörű zakók vannak, de ezekre most biztosan nem lesz szükségem. Beköltöztünk a próbafülkéhez. Nekem is ott vannak a cuccok, a nadrágok, közben érkezik mindjárt cipő is. Sanyi is beszelektált téli dolgokból, úgyhogy kezdjük a próbát. Nadrág. Azt elmondanám nektek, hogy mindenből termót hoztunk be. Sanyi az szenved még a próbával. És ez, ami most van rajtam, ez egy termo leggings. Hihetetlen. B-Vertigo 8-as nadrágokat hoztam mindenből. És ugyanolyan leggings, mint az összes többim, viszont valahogy bélelt. És nagyon kényelmes. Végig szilikon egyébként. Szóval, következő. Rajtad mi van? Egy lovas nadrág, sötét kék színű. Na ne! Na ne! Ez is a Vertigo. A Vertigon és a bélelt. Termogatjája. Rajtam is. Következő is Vertigo. Ez egyébként. És nagyon jó magas derekú, úgyhogy ha felültök lóra, se lesz kint a derekatok, ami pozitív. Mit csinálsz? Szenvedsz? És ez is teleszilikonos, igen. Néztem, hogy az enyém milyen szilikonos. És? Térd? Csíkos. Az mind nem. Aha, tele. Annyi, hogy a
egészen felül a fenekednél nincsen, de az ezen sincs. Viszont a... Igen, de az ülőrésznél még van. Ez tetszik? Áú, Oli, ráfeküdtél a lábomra. Eddig ez a kedvencem. Oké. Okay. Veszem észre. Ez egy új feature, ami fontos lett Rebekának. Oldalt van zsebe, és nagyon tetszik. Itt is van, és itt is van. És itt elől pedig nincs. Totál véletlen. Ugyanazt vettük fel. Színbe. A tied? Na, látom, ilyen volt az én termom. A fordulj. A izébe. A gripbe. Uh-huh. Ja, most már látom. Annyi, hogy ennek nem olyan magas a dereka, és ez derékba kicsit nagy. Viszont comba meg kell. De erre mondtad, hogy ez a teflonos? Ez valami új termóanyag, és nem az a sima softshell, ami általában szokott lenni a termónaci, hanem valami más, és érzem is, hogy valami más, de nem tudom megmondani, hogy mi. Ez bélelt? Ez sima, ez nyári. Nyári. Aha. Azért mondom, ez egyszerű volt föl, azért mondtam, hogy lehet, hogy tényleg 52-eset kell nézni, mert hogy megnézed, ott látod az árnyékot? Ez a kicsit. Uh-huh. Új nackó, még mindig Vertigónál tartunk, és ez is leggings, belebújós, bélelt, és ez egy 6-os, ebből nem volt már 8-as, végig grippes, egész fel, oldalt zseb, és amúgy jó. Nagyon meleg. Nagyon. Neked ez az egyel nagyobb a béletből? Már más, amik a mi nagyobb. Drágokat méretcserére. Ez valami elképesztően kényelmes, csak ez derékba nagyon nagy. Like, nagyon. Pedig ez a kedvencem eddig. Ez horze. És egyébként ez is leggings, és ez is bérelt. Új naci, horze. És pont ezt beszéljük, hogy ez is bérelt, ez nem áll el deréknál se, de valahogy ez ilyen full nyúlós, és eddig ez a legkényelmesebb. Jó trottyos vagyok hátul. Viszont itt meg kell, mert itt megfeszít. Ha? A problémás? Na, de nézz! Ez nagyon tetszik. A szín... be nem vagyok biztos. De ez nagyon tetszik. Van? Egy Vertigo kabát. Nagy kabát. Szőrös. Bőrös. Alatta meg. Ez jó! Ez az SS? Nem, ez MS. Ja. Ez jó amúgy. Igen, de jó. Jó az anyaga is nagyon. Spooks. Ugyanaz... Az a baj, Rebek, hogy ezt tudod, milyen? Na milyen? Ja, hogy videó vagyunk. Na milyen vagyok? Ilyen edzőbács is. Ez tipikusan az a kabát, amiben ott tudsz ülni egész nap. Gyere még egyet! Szóval... Ugyanaz a tematika bélelt. Mi az? Leggings. Nem tehetek róla. Ez tetszik. Ez nagyon jó. Nem? Felsőkből pedig mindenből 6-osat hoztam be. Ez az első. Bivertigo. Ennek nagyon tetszik a színe. Oh. Spooks, hát látjátok, ez is SS. Ez amúgy egész jó, nem? Uh-huh. Mit van? Mi van? Te még mindig nadrágot próbálsz szerezni? És erre fogom felpróbálni a hosszú csepszet. Mit próbálsz fel?
hosszú csepszak. Hoppá! Na, lássuk. Erre én is kíváncsi vagyok. Ez nagyon tetszik. Kötött. Wow. Puha. Meleg. Felhúzható. Aha. Nem érezzem, ura. Tényleg. Aha. Egy kicsit-kicsi, nem? Egy kicsit. Hát, lóra ülni nem biztos, hogy kell benne. Uh-huh. Hát jó. Én pedig felvettem a szerelem pulcsimat. Ezt nagyon szeretem, úgyhogy ez jön velem. Cipő. Oké, ez a második. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon. Oké. Ez menő.